Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Egyedi koncerten vehettek részt azok, akik ellátogattak az egyik pécsi vendéglátóhelyre. Országok között utazhattak méghozzá dallamok segítségével. A következő percekben egy pszichedelikus zenei utazásban lehet részünk. Egy igazán különleges koncerten vehettek részt nemrég azok, akik ellátogattak az egyik pécsi vendéglátóhelyre. Argument Trip néven egy baráti társaság játszotta az egyedi dallamokat. Vladó, Tamás, Gábor és Andor is egyetértenek abban, hogy ez az alkalom szinte a véletlennek köszönhető. Ismerkedjünk meg a fiúkkal és zenéjükkel. Mi a Gáborról, az Aviorral már több mint egy éve együtt zenélünk, és hát én kint lakom Angliában, Liverpoolban, ezért nem tudok nagyon sokszor itthon lenni és zenélni vele együtt, úgyhogy elég sok mindent oldunk meg az interneten keresztül is, különböző más kommunikációs eszközökkel. Ami nagyon fontos, hogy Tamást megtaláltam ugyanúgy, egy kávézóban ülvén megláttam, hogy itt van Pécsen, és utána Londonban találkoztunk egy Európa kiadó koncerten, és azóta nem láttuk egymást, úgyhogy szerencsésen össze tudtunk futni, és így hát mondta, hogy elektronikus zenét csinál, és mondtam neki, mi is azt csinálunk, hogyha van kedve csatlakozni, és most ez a mai produkció Argument Trip néven fog futni, és ezt így hoztuk össze. Elég sokat dolgoztunk rajta, hogy meg tudjunk szólalni, tehát elég nehéz belőni a technikát is, mivel hogy modulár szintetizátorokat is használunk, és gyakorlatilag én jó magam, hogy gitározom az egészben, de ezek a dolgok, tehát így teljesen össze lesznek mosva, lesznek zajok, és gyakorlatilag dallamok, és utazni fogunk Közel-Kelet, Távol-Kelet, illetve Afrika, Észak-Afrikába. Vladóval összefutottam az utcán, és ő mesélte, hogy lenne egy ilyen fellépés, és mint ismert, régi barátok vagyunk, és tudta, hogy én is zenélek, és mondta, hogy mi lenne, ha én is eljönnék, mondtam neki persze. Ő úgy tudta, hogy gitározom, de én már azóta így átmentem egy ilyen moduláris, szintetizátoros világba, és tulajdonképpen ezt a vonalat hozom a csapatba, és tulajdonképpen ennyi, tehát egy nagyon ilyen véletlenszerű alkalomom az egész, ami tulajdonképpen egy nagyon-nagyon pozitív világot teremtett így közöttünk is, így a fiúkkal. Ez egy ilyen improvizációs, tehát vannak ilyen megbeszélt ilyen hangnemek, stb., de igazából mindenki így szabadon egymásra figyelünk, és így, így próbáljuk követni egymást. Tehát igen, félig improvizált persze. Tavaly a Tomek Vladóval így úgy találtuk ki ezt a dolgot, hogy így elkezdtünk egy ilyen ambientes, ilyen szélrögös, ilyen úszatós jellegű zenét készíteni, és akkor a Benső Andor úgy került be az egészbe, az, hogy így a Vladó szólt nekünk azzal a kapcsolatban, hogy így mi lenne, hogy lenne egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon ilyen keleties, ilyen dobos jellegű formáció, és akkor így hármasban így összeálltunk, és így sikeresen az első munkáink így úgy sikerültek, hogy főleg inkább improvizáltunk, tehát így nem voltak így konkrét koncepciók arra az, hogy így most így közvetlen rögzítünk felvételeket, hanem minden adta magát az egésznek, és így sikeresen így, tehát olyan dalok születtek, ami által így egymás át is tudunk fejlődni, csak így persze egy avaladó külföldön él, és akkor így híbeóba így, amikor így hazajött, és akkor így tudunk ezzel így közvetlen foglalkozni. Az én hangszerem, tehát főleg MIDI kontrollerekkel dolgozom, tehát teljes mértékben digitális elektronikus zenével foglalkozom, és így a saját hangjaimat, tehát saját magam építem föl.
föl olyan, tehát részben egy hangszeres, részben pedig így elektronikus, és a kettőt így keverem egymással. A zenekar vezető egyéniségével, Vladóval, mi 10 évvel ezelőtt együtt játszottunk, és tulajdonképpen épp egy kávézóban ült, és akkor így sikerült össze verbuválni a zenekart, hogy ő szólított le, hogy nincs-e kedvem egy ilyen pszichedelikus jellegű megmozdulásban részt venni. Én meg mindig is szerettem ezt a zenei műfajt, úgyhogy így közelítettem meg ezt a témát. Egyébként a közel-keleti ütőhangszereken játszom most már idestova 15 éve, úgyhogy a színpadon lehet is látni, van egy serlegdob, vagy hát ebbe a kategóriába tartozó dohola, amit egyébként az arab és egyébként török zenészek szoktak használni. Meg egy keretes dob, ami szinte minden népnek van, tehát ugye Magyarországon ugye ezt sámándobnak szokták nevezni, de ez egyébként egy fúziós hangszer, tehát nem sámándob, és különböző technikákkal szoktak ezen játszani, közel-kelet, távol-kelet, India, stb. Krisztus teste címmel országos cigány képzőművészeti kiállítást rendeztek Pécsen a Rácz-Aladár közösségi házban. A tárlatot a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület az eukarisztikus kongresszus tiszteletére szervezte meg. A vallási tartalmú festmények, grafikák az ország különböző pontjain élő cigány művészek alkotásai. Nagyon megindító volt, én azt tudtam, hogy az eukarisztikus cigány kongresszushoz kapcsolódó kiállításra jövök, de nem gondoltam feltétlenül, hogy az a látvány fogad, amilyen látvány fogott, nevezetesen Krisztus ábrázolásokat fogok látni. És azért ez nagyon szép, amikor még úgy, szóval, hogy emberek tudatában még azért össze, szóval, hogy azért a legfontosabb az a Krisztus, mert azt hiszem sok helyen, sok művész fejében már nem biztos, hogy a Krisztus a legfontosabb. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Szabolcs atya, pálos rendi szerzetes a Krisztus teste címmel rendezett országos cigány képzőművészeti kiállítást. Én azt hiszem, hogy az emberségünkből kell ezt a dolgot megközelíteni. Ír Gyulának volt egy nagyon szép mondat, hogy a magyarok azok magyarul emberek. Hát a cigányok meg cigányul emberek. De az emberségünkben valamennyien találkozunk, és az emberségünkben Krisztus az biztos, hogy a közös forpont. És amit úgy sikerült is itt néhány szóval talán megfogalmazni, tehát az itt lévőkkel együtt talán, kimondva vagy kimondatlanul, ha nincs Krisztus, akkor el fogjuk veszíteni az emberségünket. El fogjuk veszíteni a magyarságunkat, a cigányságunkat, a horvátságunkat, a svábságunkat, a bármiségünket, és ebben együtt az emberségünket is. Tehát ennek komoly tétje van a Krisztusnak, komoly tétje van az eukarisztiának. Mint látjuk, a cigányság életében fontos helyet foglal el a vallás, az Isten hit. Ezt vallja Kalányos Gyöngyi cigányfestőművész is. Az itt kiállított művén ez jól tükröződik. A Jézus hogy feszíti keresztre, például, hogy élte meg Jézus ezt a fájdalmat, ezt az érzést, milyen érzései lehettek, tehát ezen. Olajjal szoktam dolgozni, mert azzal jobban lehet bánni, sokkal másabb vászonon dolgozni, meg olajjal. Igaz, hogy nem olyan olcsó dolog, de nagyon jó, főleg, hogyha jó minőségű olajjal dolgozunk. Amikor festek, akkor mindig úgy kezdem a festészetet, hogy Istenem, vezesd a kezemet.
Ezzel a tárlattal kíván csatlakozni Pécsen a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz. A szervezet kezdetektől fogva fontosnak tartja a cigányság vallási kultúrájának támogatását. Korábban már volt egy vallási témájú tárlatuk. Először 1991-ben rendeztünk egy ilyen hasonló nagy képzőművészeti kiállítást vallásos témába a Székesegyház Kocsisi László termébe, a II. János Pál pápa pécsi látogatása tiszteletére kiadtunk egy bibliát a négy evangéliumi résszel, és annak az illusztrációit baranyai cigányfestők, művészek illusztrálták, és ezekből volt a kiállítás, és nyilván, hogy ezt követően is ezek a művészek fontosnak tartották azt, hogy ezt a témát tovább vigyék, és a vallásos alkotások is szülessenek. Másrészt pedig újra az Eukarisztikus Kongresszus rávilágította arra, hogy ez megint egy olyan terület, ahol bizonyíthatjuk, hogy a cigányok is egy vallásos nép, főleg katolikus vallások itt Európában, hogy értünk is meghalt Krisztus a kereszten, minket is megváltott, és nekünk is örök életet szánt. És főleg az előítéletesség kapcsán ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy Isten, Jézus az arcát adta nekünk, és hogy ezt az arcot ápolni kell, és büszkének kell arra lenni, hogy mi is részesei vagyunk ennek a misztériumnak, amit az utolsó vacsorán hagyott ránk, hogy nekünk adta a testét és a vérét. Én úgy gondolom, hogy ez a misztérium a cigányok misztériuma is, és hogy ezt követnünk kell mindig. A vallási tartalmú festmények, grafikák az ország különböző pontjain élő cigányművészek alkotásai. 13 művész mintegy 40 képe látható most. Budapest, Ózd, Kiskörös, Zalaegerszeg, Pécs cigányfestőinek művei függnek a falakon. Vallásosságuk alkotásaikon visszaköszön. Egy-egy bibliai jelenet, történet, portré híven ábrázolja hitvilágukat. Nagyon büszkék lehetünk ezekre a művészekre, hogy ezt a témát is magukénak érzik, és látjuk az ábrázoláson, hogy milyen megrázóan ábrázolták Krisztust is, és a különböző stációkat, amelyeken keresztül ment. Én azt gondolom, hogy ezt kell tudatosítani az emberekbe, hogy ez a Krisztus arcuság, ez minden ember számára egy olyan lehetőség, amely minket a jó útra vezet. A kiállítás Pécsen a Rátszaladár közösségi házban megtekinthető. A polgárőrség és társszervei tartottak bemutatót a Bói sporttelepen. A gyerekek beülhettek egy oldtimer és mai tűzoltó autóba, motoros kresszvetélkedőn vehettek részt, valamint megismerkedhettek a polgárőrök, a tűzoltók és a rendőrség munkájával. A város életében jelentős szerepet tölt be a Bói Polgárőr Egyesület. Az ő mindennapjaikba nyerhettek bepillantást az érdeklődők hétvégén a Bói sporttelepen. Ez az első hagyományteremtő szándékkal polgárőr családi és szakmai nap, aminek gyakorlatilag az lenne az üzenivalója, és azért csináltuk ezt, igazából ez egy líder pályázat keretein belül alakul meg. Még kicsit megismertetjük a polgárőrség működését, megszerettetjük, hát ha szeretnének még a tagjaink körébe lenni, illetve azt, hogy minél nagyobb bizalmat nyerjünk el a lakosság és a környékbeliek körében. A polgárőrség alapvető feladata benne van a nevében. Én ezt mindig úgy apostrofálom, hogy a rendőrség és a lakosság közötti kapocs.
amiben a rendőrök ugye az elfoglaltságuk miatt, esetleg olyan kompetenciájuk miatt nem tudnak segíteni, mi azonnal tudunk erre reagálni. Alapvetően önkéntesek vagyunk, önkéntes alapon, de mindenki, aki csinálja, elkötelezett benne, és szeretettel tesz egy kicsit a társadalomért. Ugye a polgárőrségnek két alapvető társszerve van, az egyik az a rendőrség, a másik a tűzoltóság katasztrófavédelem. Katasztrófavédelem azért, különösen a Bói Polgárőr Egyesület, aki egy települési mentőcsoportot is üzemeltet, tehát települési mentőcsoportja van, és ennek keretein belül a tűzoltóság katasztrófavédelem partnerünk. A rendezvényen részt vettek az ifjú polgárőrök is, akik közül többen azt tervezik, hogy felnőttként is megmaradnak az Egyesület kötelékében. Az ifjú polgárőr az 14-től 18 éves korig tart, és nem felnőtt felügyelete nélkül nem mehet sehova, de jóformán ugyanazt a feladatot látja el, mint a felnőttek. Ugyanúgy felügyeljük a rendezvényeket, nézzük azt, hogy fenntartjuk a rendet, senki nem menjen be az elzárt helyekre. A gyerekek beülhettek egy oldtimer és egy mai tűzoltóautóba, motoros kresszvetélkedőn vehettek részt, valamint megismerkedhettek nem csak a polgárőrök, hanem a tűzoltók és a rendőrség munkájával is. Erről a tűzoltóról annyit lehet tudni, hogy oldtimer jármű, tehát 1960-as évjáratú, egy V6-os 8000 köbcentis léghűtéses motor van benne, és az egyik kedvencem a gyűjteményemben. Minimális javításokat hajtottunk rajta végre, ezt így megőrizték, összesen 21 000 kilométer van benne. Valószínűleg nem sok dolga volt, ez Németországban autópályán egy kivonuló jármű volt. Az egyik legizgalmasabb program az volt, hogy a gyerekek kipróbálhatták, hogyan kell használni a tűzoltó fecskendőt. Újabb mesekönyve jelent meg a pécsi Csetedórának, bár eredetileg tanítónő, már régóta érdeklik a mesék. A nemrég megjelent kötet kifejezetten óvodásoknak szól, melyben 6 kisállat történetein keresztül ismerkedhetnek meg az erkölcsi és morális értékekkel. A Zöld Lomberdő lakói, ezzel a címmel jelent meg nemrég egy óvodásoknak szóló mesekönyv, amit egy pécsi író, Csete Dóra alkotott. A történet 6 kisállatról szól. Mindegyik állat emberi tulajdonságokkal van felruházva, és tulajdonképpen tanító jelleggel írtam ezt is az óvodásoknak. Az a célom vele, hogy a gyerekek is kicsit jobban megismerjék a természetet első körben, és a barátságnak a lényegét is próbáltam kihozni belőle. Az állatok teszik összefüggővé az egészet, a főszereplők, de külön-külön is megállják a mesék a helyüket, 10 darab mese van benne. Mindegyik igazából a természetben is játszódik, illetve a kis állatok házában, és ezek a házak is direkt úgy építettem fel ezeket a házakat, hogy tehát ahol az állatok laknak, ugye a nyuszi az üregbe, a mókus a fán, ez hasonló. De miben is különbözik egy kifejezetten óvodásoknak írt mesekönyv, mint egy más korosztálynak szóló mű? Elsősorban azt gondolom, hogy az óvodásoknak kisebb terjedelmű történetek valók, mert nem tudnak még annyit figyelni egy helybe, úgyhogy ezek ilyen kis rövidebb történetek, illetve az illusztrációk is ugye ehhez kapcsolódnak. Próbáltuk színesebbé tenni ezáltal is, és tulajdonképpen az életkori sajátosságokat is figyelembe vettem, és hát ilyen szituációk is vannak benne, mint például sétálunk az erdőbe, kirándulunk az erdőbe, és hogy nem dobálunk dióval, mert az kemény, és hogy akkor történhetnek balesetek. Tehát ilyesmiket tettem össze a könyvbe. A kedves történetek az erkölcsi és morális értékek átadását is szolgálják, ami Dóra szerint már az óvodásoknak is tanítható. Sőt, én azt gondolom, hogy már a bölcsődés korosztály is vevő erre. Én már a kislányomnak ezt bölcsibe is magyaráztam, illetve tanítottuk az apukájával együtt. Azt gondolom, hogy eddig sikereket értünk el ezzel, és látom azt, hogy a bölcsistársak is fogékonyak voltak erre,
és az óvodában meg még inkább, most már ugye idősebbek egy kicsit, és ahogy haladnak előrébb a korral, egyre jobban megértik ezeket a szituációkat, és felfogják, hogy mit miért nem szabad, illetve szabad. Dóra egyébként nem csak író, hiszen egy pécsi iskolában tanítónőként dolgozik. A mesék azonban már régóta érdeklik, sőt, már most is új kiadáson gondolkodik. Írni akkor kezdtem, amikor a kislányommal itthon voltam Gyesen, akkor ugye kicsit több ideje van az embernek átgondolni a dolgait, és ugye ő inspirálta a történeteket legfőképpen, és tanítónéniként ugye elég sok mesével találkoztam már a főiskolán is, meg ugye azelőtt is, és nagyon tetszettek, és úgy gondoltam, hogy ezeket jó lenne papírra vetni, ezeket a gondolatokat, és hát meg is csináltam. A kiadással volt egy kis hát gondom, nem is annyira gondom, inkább egy segítségre volt szükségem, és ugye ezt is megkaptam ugye az ismerősök által. Most ez a mesekönyv, ez már a tanítás közben jött létre. Próbáltam a szünetekben, ugye a nyári szünet volt ugye a legnagyobb, de a karácsonyi szünetben is dolgoztam vele, őszi szünetben ezeket próbáltam kicsit előtérbe helyezni. Most az egyik ismerősömmel találkoztam a hétvégén, a Zsolnai Kulturális Negyedben volt egy ilyen kis koncert este fele, és ott beszélgettünk, és mondta, hogy olvasott régen a mecsekről is ilyen mondákat, és hogy ezeket lehetne egy kicsit a gyerekek nyelvén így lefordítani, és ez nekem annyira megtetszett, hogy mondtam is neki, hogy ha esetleg tud még valami ilyesmit, vagy én is utána nézek, akkor ez ilyen régi pécsi mondákról lehetne egy ilyen kis könyvet összehozni a gyerekeknek, úgyhogy ez most így terve van, de ez biztos, hogy csak jövőre fog teljesülni. Ennyi volt már a Képtár közéleti kulturális magazinműsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!